Sándor Fabi György vagyok, 37 éves, házas, egy ilyen pici két hónapos kislánynak az apukája. Szakmámat tekintve villamosmérnök tanár, munkámat tekintve ágazatvezető vagyok. Általános iskolában már eldöntöttem, hogy én mérnök szeretnék lenni. Fennvelt a kérdés, hogy én mi a frásznak lettem tanár, hogy én alapvetően mérnök szerettem volna lenni. Azért, mert nekem nagyon-nagyon érdekelt az, hogy az emberekkel hogyan lehet foglalkozni, és ott igazából ezeket a dolgokat meg tudtam élni. Utána eléggé sok szerepben dolgoztam. Volt egy kicsi saját vállalkozásom, ahol pedig automatizálási megoldásokat fejleszgettem egy fős hadseregként. Végül 2012-ben kerültem egy magyar céghez, ahol is elkezdtem ezt a fajta tevékenységet, amelyik ágazatban most is dolgozom. 2013-ban kerültünk át mindannyian az Evosoft-hoz, és így kezdődött el végsősorban az Evosoft-os karrierem. Bocsi, de ez most szigorúan bizalmas megbeszélés lesz. A hozzám tartozó ágazat foglalkozik, az a független tevékenység egy kicsit a fejlesztéstől, de mégis a fejlesztés részeként, amikor arról bizonyosodunk be, hogy mi, mint első felhasználók, szívesen megvennénk azt a terméket, amit adott esetben akár a kollégáink is fejlesztettek. A másik pedig az az, hogy kellemes és jó legyen használni, és azt tegye, amit ígér. Az érdekesség az ágazatnak, hogy gyakorlatilag mindenki mérnök, aki az én ágazatomban dolgozik, ha nem, akkor meg hamarosan mérnök lesz, és rengeteg gyakornok is van nálunk. Szervusz, Lehi! Szia! Szia, gyere, valamit megmutatok! Akkor a hajtás laboratórium. Akkor itt vannak a legújabb jövevények, amit így a Siemens Evosoft-nak a segítségével kaptunk. Miben tudunk mi nektek segíteni? Kollégákat betanítani. Abban tudunk mi jutni. Mérésutasításokat elkészíteni. Úgy szokott kinézni, hogy mi első körben megtanítjuk a nálunk betanulókat, hogyan működik. Odáig a beüzemelésünk mozduljon meg a tengely, tehát üres járásban alapvetően, és a kutyának a terhelés viszonyoknak a vizsgálatai, tehát mi így szoktuk felépíteni. Bármit szívesen veszünk tőletek. Engem az motivál, az az érzés, amikor meghatározod a célt, és meghatározott hozzá a kereteket. Ezek az emberek, akik a te beosztottaid, hogy ezeket az eredményeket szállítják, és nagyon izgalmas, hogy mindenki hozza az eredményeket, de teljesen máshogyan, teljesen más módszerrel. Nem az van, hogy én kitalálom, és a másik fázi megcsinálja, hanem összeülünk, és a szürke állományunkat összeadva, és sokkal jobb eredményt tudunk kihozni. Engem ez, ami reggelre hoz a munkahelyre. Szervusztok! Jó reggelt! Eltelt egy hónap. A szokásos Gemba-val keretein belüli kérdések. Van olyan dolog, ami érdekel titeket, és több információt szeretnétek róla? Van-e bármilyen egyéb kérdésetek? Van-e esetleg bármilyen fajta javaslatotok? Gyuri, három dolog kéne. Pénz, paripa, fegyver. Akik nekünk a kvázi az ügyfeleink, tehát értsd a Siemens, nem csak azt várja, hogy végezz el a munkát, hanem azt is, hogy hozzá új ötleteket az innovációnak, igenis legyen tere. Hogy ebben hol tudok bekapcsolódni, én megpróbálom ezt a környezetet megteremteni. Gyuri egy nagyon szerethető figura, akit azért érzett magamhoz közel állónak, mert ő az egyik élharcosa az üzletágak közötti együttműködésnek. Csak így tovább. Szóval igazából itt tartok most a fogyással. Ez teljesen jól folytatható. Ez a 15 kilós projekt, ugye ez a félút. Féltáv, aztán lesz a két számjegyű. Teljesen jól látszik, hogy nagyon jó haladást értünk el, értél el. Ezt az a vezetőként is nagyon jól lehet hasznosítani. Szerintem Gyuri rendelkezik egy vezető két fontos ismérvével. Jókorhoz, jó döntéseket. Gyuri, továbbra is harcolj értünk, hogy eddig tetted. Ennyi ember érdekét képviselni. Szerintem Gyuri nincsen könnyű dolga. Gyuri, sokan vagyunk, legyünk többen. Hú, a Gyuri, nem tudjátok, hol lehet? Igazából én a felesége vagyok, és fél órája őt keresem. Azt gondolom, hogy a work-life balance nagyon fontos része a vezetői munkának. Egyrészt elvárom magamtól azt, hogy a kollégáim beleférjenek a napi 8 órába, ugyanazt elvárom magamtól. Na, a munkaórában próbáljuk bepótolni a hiányosságokat, a jobb munkaszervezésre, vagy esetleg a hiányzó kapacitásokkal operáljunk ahelyett, hogy túlmunkázunk. Számomra az egyik fénypontja a napomnak, amikor bejön hozzám a feleségem és a kislányom, és akkor az ad akkor egy ilyen boostot a napnak, és fél alatt úgy feltöltődsz, mint egy uracenyuszi. Gyuri, holnap veled ugyanitt.